Újpesten 25 ezer háztartásban működik távfűtés, de a kerület igazi távhő nagyhatalom. Budapesten minden harmadik távhőfogyasztó az újpesti hőkörzethez tartozik. A társasházak panelek az elmúlt hónapban maguk dönthették el, mikor akarják bekapcsoltatni a fűtést a távhőszolgáltatóval. Október 15-én azonban mindenhol egységesen bekapcsol a fűtés. A szezon elején minden társasház képviselőjének meg kellett rendelnie a fűtésrendszerek átvizsgálását. Nagyon nagy részben maga a szolgáltató végzi el ezek a tevékenységek része a szolgáltatási díjnak. Egyedi fűtések esetében ugye nem ez a helyzet, ott a kazánokat, az egyéb kazánokat, amelyek a lakásokban föl vannak szerelve, azokat karbantartani kell, kéményseprőt kell hívni, radiátorokat ellenőrizni kell, rengeteg olyan beavatkozás van, amit meg kell végezni. Ami a lakóközösségekre, az ingatlan tulajdonosokra marad, az magának a fűtési berendezésnek az ellenőrzése. Sok társasházi lakó aggódik amiatt, ha jön egy komolyabb felmelegedés, vénasszonyok nyara, akkor elviselhetetlen lehet a meleg a fűtött panellakásokban. Szerencsére speciális szabályozók visszaszabályozzák a hőmérsékletet, ami azt jelenti, hogy automatikusan kikapcsol a fűtés a melegebb napokon. Hát a távfűtéses lakások 90% távfűtéssel ellátott ingatlan, több mint 90%-a esetében olyan hőközpontokat üzemeltetünk, ahol automatikusan történik a hőmérséklet. A külső hőmérséklet függvényében a fűtés kibekapcsolása, ugye ez elsősorban pont a jelenlegi időszakban, tehát ezekben az egy hónapos átmeneti rendelkezésre állási időszakokban érdekes. Ha valaki még véletlenül nem nézett át a fűtésrendszerét, a szakértő szerint nem kell aggódnia. Ezek az intézkedések pótolhatóak, illetve a szolgáltatónál bármikor igényelhetőek.